Már hagyomány, hogy a Szent Benedek gimnázium tagintézményeiben megtartják a Szent Benedek napot. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a félegyházi iskola is szerdán. Az új templomban dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrált misét, majd az iskolában folytatódtak a diák önkormányzat napjának programjai. Az egyházi fenntartással megmaradtak a hagyományosnak számító gépészeti, informatikai képzések, de új szak elindítását is tervezik. Az automatika képzéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak, az intézmény bízik abban, hogy a környező vállalkozásoknak köszönhetően tanulóik könnyen álláshoz juthatnak. Alapvetően a képzéseink nem változtak, ugyanúgy a gépészet és az informatika területén kínálunk képzéseket a diákjainknak, ugyanúgy megvan a két tannyelvű képzésünk, mint a korábbi években. Azt gondoljuk, hogy az iskolánkból kikerülő diákok jó esélyekkel rendelkeznek majd a munkaerőpiacon. A következő tanévben szeretnénk beindítani egy új szakot, az automatika szakot. Azt gondoljuk, hogy itt a környező cégeknél ennek nagy keletje lesz. A Szent Benedek gimnázium főigazgatója is részt vett a félegyházi rendezvényen. Hardi Titus előadásában a bencés életet mutatta be a diákoknak. A visszajelzések alapján jól fogadták a gyerekek és a szülők az átállást egyházi fenntartásra. Az iskola a közeljövőben szeretné megerősíteni a szakközépiskolai képzési rendszert. Nagyon bátorító ez az elmúlt évnek a tapasztalata. Bátorító, mert nagy várakozást találtunk helyben, és nagyon sok jó indulatot. Tehát, hogy jót vártak tőlünk, és könnyű jóval viszonozni, amikor egy ilyen pozitív várakozás van az emberekben. Őszintén mondom azt, hogy nem lepődtem meg volna akkor, hogyha több nehézséggel szembesülünk, hiszen végül is mégiscsak az történt, hogy egyszer csak, akik beiratkoztak még egy alapítványi fenntartású iskolába, egyszer csak egy egyházi iskolába találták magukat, és egyszer csak mindegyik osztályban lett hitoktatás. A félegyházi Szent Benedek iskola már a következő rendezvényét is tervezi. Hamarosan jeles évfordulót ünnepelhetnek, mivel 30. alkalommal tartják meg a gépész napokat, amelynek keretében többek között főzőversenyt szerveznek a diákoknak.